közelít a kritikus pillanat, a hal part közelbe érkezett, és szeretnénk ezt mielőbb a lehető legbiztonságosabban megszákolni. Ráadásul nem is rossz hal, ami a horgomra akadt. Ilyen nagy hal akadt elsőként a horgomra. Hát jöhetett volna kisebb is. Demonstrációképpen. De ha már így alakult, azért ezt is szágba fogom terelni. Még jó, hogy a nagyobb méretű merítő fejjel készültem, amelybe akár egy 10 kg feletti ponty is könnyedén belevezethető. Ez az, papám. Te már a miénk vagy. Ezért kell a kellően stabil és erős merítőnyél és a megfelelő méretű merítőfej. Milyen jó szolgálatot tesz a merítőnyél, amikor is szét lehet szedni. Megvan, hogy hal kicsit megnyugodjon. Ez a tó egyik gyönyörű szép nyurga testű tőpontja. Hibátlan erős gyönyörű jószág. A megfelelő eszközök segítségével biztonságosan parton segíthető egy ilyen gyönyörű kapitális tőpont is. Egy ilyen méretű halat a lehető leggyorsabban vissza kell engedni éltető elemébe, hogy másokat is megrövendeztethessen. Egy ilyen mozgalmas nyitány után csapjunk is a közepébe, ez a kisfilm az újonnan megjelent merítőfejénket fogja részletesen bemutatni. Azért bedobok, ha már itt szorongattam ezt a kosarat, a csajtüskén már rajta van a pelet, és remélem érkezik egy újabb halacska, amelynek a szákolásán keresztül is be tudom mutatni azt, hogy hogyan működnek ezek a remek eszközök. Szóval négy különböző méretű és megjelenésű merítőfejjel leptük meg az igényes és minőségi merítőfejeket kedvelő horgászokat. Ebből kettő ovális, míg kettő szögletes. Eddig is nagyon széles szortimentben kínáltunk a Bydome Team Feeder márkanév alatt merítőfejeket a horgászoknak, de úgy gondolom, hogy ezekkel az új merítőfejekkel egy lényegesen magasabb minőségi szintre léptünk, és nem túlzás azt állítani, hogy a piacon elérhető, talán legjobb merítőfejeket kínálhatjuk most a horgászoknak. Nem véletlenül kapták a Method King merítőfej megnevezést ezek a nagyszerű hálók. Mitől is mások? Mitől is jobbak ezek? Talán az első és legfontosabb, hogy milyen keret veszi körbe a merítőfejet, mennyire stabil és erős az. Na most ugye erős merítő keretet lehet csinálni, hogyha egy durung, vastag alumínium keretet használunk ehhez, de akkor meg olyan sár nehéz lesz, hogy nem lehet azokat tulajdonképpen a vízben mozgatni, és nagyon különlegessé válik a merítés. Ezek kellően vékonyak, de mégis annyira erősek, hogy szinte elgörbíthetetlenek, akár egy 10 kg feletti hal megszákolása esetén is ugyanilyen formájúak maradnak. Hát ez nem mondható el sajnos minden merítőfejre. Hozzá elegendő lesz valószínűleg a kisebb méretű ovális merítőfej is. Leggyakrabban egyébként ezt használom. Ahogy felbukkant, már a merítőben is találta magát. És itt van ennek a hálónak a hasznos kis okossága, amely az ujjaim végén látható. Ez pedig nem más, mint egy fogantyú. Itt az Y keret végén található
ez a megerősített fogórész, amelynek köszönhetően sokkal stabilabban meg lehet markolni a merítő fejet, és ráadásul ugye a normál hálóknál egyszerűen nincs fogási pont, vagy nincs ilyen kézre eső fogórész, mint amit itt kifejezetten erre a célra helyeztünk el. Ez nagyon meredek partoldalakon, ahol szinte függőlegesen kell alatt felhúzni, ez még nagyobb segítséget nyújt. Nagyon fontos a hálónak a mélysége, ugyanis, hogyha megszákoltuk a halat, és amikor húzzuk föl, ha nem kellő mély a háló, előfordulhat, hogy kipattan, kifordul belőle. Ez különösen kritikus az amúrnál, amely többször is megpróbál kimenekülni, kiugrani a merítő fejből. A biztonságos forrószabadítást pontmatracon javaslom elvégezni, mert így stabilan marad a hal, nem ugrándozik, nem vergődik. A merítőnél vége levehető, 40 cm-es csonkot kell csak mozgatni, és újfent ennek a fogantyúnak köszönhetően könnyedén tudjuk visszavinni a halat a vízpartra, vagy akár ha versenyen vagyunk, a haltartó hálóba. A leengedésnél is segít ez a fogó, miközben a hálóból kifordítani csak egy mozdulat kérdése a halat. És már benne is van a haltartó hálóba. Most szándékosan nem dobok vissza, mert a halak nem engedik, hogy elmondjam mindazt, amit szeretnék. Szóval ott tartottam, hogy a háló kerete rendkívül stapabíró és erős, emellett a felület kezelése úgy gondolom, hogy professzionális. A vergődő, megszákolt hal, hogyha hozzá is feszíti a kerethez a zsinort, legyen az monofil dobálőke vagy fonott dobálőke, garantáltan nem fog ebben a keretünk kárt tenni. De nem csak a felső része van tökéletes módon megmunkálva, hanem az alsó része is egy nagyon fontos és hangsúlyos résszel van kiegészítve, amelyben egyébként, hogyha megnyomjuk, megfogjuk, akkor érzékeljük, hogy szivacs van. Na most ez nem csak esztétikailag szép, hanem hasznos is, mert ezáltal a háló ki van könnyítve. Sokkal könnyebben mozgatható egyébként a vízben, mint a hagyományos, könnyítés nélküli merítőfejek. Valamint ebben a rétegbe lett a hálóanyaga úgy beledolgozva, hogy az a legstapabíróbb és a legterhelhetőbb marad. Egyszerűen képtelenség kitépni, nincs az a fizikai erő némi túlzással, amivel itt ezt most kibírnám tépni. Nagyon stapabíró és erős így. Ha már a hálóanyaga szóba került, akkor a modern merítőfejeknél alap elvárása fish safe, azaz a halbarát minősítés. Ugye olyannak kell lenni az anyagnak, amely puha, gumírozott, és nem sérti meg a halaknak a külső felületét, pikkelyeit, nyárkahátyáját. Természetesen ez a merítőfej is garantáltan megfelel ennek, sőt, ez egy ilyen egészen puha, finom tapintású, amelyet egy ilyen szilikonos bevonattal tudtunk elérni, ezáltal még kisebb mértékben okozhat kárt a megszákolt halakban. A halbarát minősítés mellett talán megkaphatja a horgászbarát minősítést is egyébként ez a háló, mert nagyon gyorsan szárad. Tehát a hal megszákolása után, hogyha vízbe merítjük, megrázzuk, egy ilyen szeles napos időben 5 perc alatt szinte teljesen száraz. Talán így nem kell attól tartanunk, hogy a feleségünk kivág a merítőfejünkkel együtt a családi autóból. És végül, de nem utolsó sorban, vagy talán pont ez lett volna az elsődleges szempont? Lehet. Szóval a praktikum mellett nagyon fontos az esztétikum is. Ugyanis hiába hasznos, hiába praktikus egy merítőfej vagy bármilyen eszköz, hogyha az nem ízléses, ha nem modern, ha nem dizájnos megjelenésű, akkor úgysem kell senkinek. Én úgy vélem, hogy ezek szépek és ízléses megjelenésűek, és tökéletesen harmonizálnak a Bydome Team Fader további kiegészítőivel. Képbe került már a korábbi merítések során a merítőnyél, amely nélkül persze a legjobb merítőfej sem használható. Ez is egy hamarosan megjelenő újdonságunk. Ugye a különlegessége, hogy az utolsó 40 cm az egy gyors mozdulattal levehető, így nem kell az egész merítőnyéllel a hal megszákolása után kardozni. Nagyon merev és gerinces, de ugyanakkor kellően erős, és egy olyan speciális feletet kapott, amely nedves kézzel, vagy esőben is nagyon könnyedén és gyorsan tolható, nem kell attól félni, hogy hozzátapad a kezünk. Ez különösen versenyszerű horgászatnál nagyon fontos, hogy gyorsan tudjuk mozgatni, a kellő pozícióba tudjuk helyezni. És ez pedig nem más, mint az új MasterCard Pro 330-as hosszúságú merítőnyél, amely majd 440 cm-es hosszban is elérhető lesz. Egy ilyen szettel mind a hétköznapokon, mind pedig a versenyeken stabilan és biztonságosan tudjuk a legnagyobb halakat is szágba terelni.